Mennyit drágult az élet az elmúlt időszakban? Most erről akar kérdezni? Aha. Itt háború lesz. Tehát kenyér 1000 forint. Egy kiló cukort vettem 600 forint. Nehezebb lett az élet? Sokkal rosszabb, mint volt. Sokkal. Akkor hol van az álkedvezmény meg minden? Aha. Ugye? Most egy kiló cukor 400 forint? Meg lehet élni ebből az 10 000 forint nyugdíjból? Nem. Vegyen hozzá. Szia, Menin. 500 év alatt, vegyen egy kólát 350. Számolja ki. És még a napi főznivaló nincs is, csak a reggeli. Mert a pénznek semmi értéke nincs. Egy doboz cigaretta is 2600 forint. Hát a cigaretta az egy elhanyagolható dolog. Az az egyetlen egy dolog, amiért szerintem nem kéne panaszkodniunk. Már sokkal jobban fogod érezni magad, hogyha elhanyagolod a cigarettát a g***be. Én is csak átállítottam el cigire. De most pont olyan likvidet szívok, amiben nincsen már nikotin. Mi nem jut, ami régen jutott? Chips! Miért, mit mondod? Meg hell. Mennyi volt a hell és mennyi most? 200 forint volt, most meg 340. 380. Rossz helyen veszik, még mindig 250 a jó helyeken. Zsebbel hozom 10 000 forint értéket, és két zsebbe rakom azt a 10 000. Hát ez nem valami, a Kádár rendszerben ez nem volt. Na, de Kádár jobb volt. Azt a kurva. Az, nem, ott amúgy nem éheztek az emberek, ott semmi ilyesmi nem történt. Meg 50 000 forinttal, csak egy, azt lehet mondani, egy szatyorba elhozom az 50 000 forintot. Valamilyen fajta egyenlőség mindenképp megvalósult Magyarországon, hiszen az udvari szobrásznak, Szőke Gábor Miklósnak itt az ország egyik legszegényebb településén is áll egy szobra, meg a Félix. Ez nagyon menő. Luxus étteremnél is, ahol Rogán Antal, Orbán Viktor, meg a Matolcsi család szokott ebédelni. Azt GVM volt a rendszáma. Jaj, GMV. Meg azt hittem GVM a rendszáma. Azt keményen tolják amúgy apróval. ₹26 000 keres? Vagy kap annyi nyugdíjat? Annyi nyugdíjat kapok. De te abban hogy lehet megélni? Hát hogy, na. Hogy jön meg az ember 22 000 forint? Sehogy, amúgy. Annyi a pénzük? Nekem 38, mert én már nyugdíjas vagyok, mert meg az évem. Ő kap 22, de azt is elvonták. De már tőlem ezt is elvették. A villany 15 000. Biztos kéne egy 500 000 forint, hogy az ember meg tudjon mindent venni. Még az is keves volna. És helyett mennyi? Mi? Azért 500 000 forintból szerintem meg lehet élni havonta. Az azért egy erős túlzás, hogy 500 kéne, de ja, hogyha az ember nem akar nélkülözni, akkor 300 az biztosan elmegy. Sőt, most hogyha azt nézzük, hogy kell fizetned mondjuk egy albérletet is, meg innen, 400 legalább. Mondjuk attól is függ, hogy hol, olyan annyi szempont van, tényleg. Akinek gyereke van, az megkapja a 110-et, akinek nincsen, 60 000, így. Mi is porolnak, mit nem vesznek meg? Olyan nincs, hogy minket is forrolni. Amit van, egy kis kaja van, az jó van a mindennapira. És van, hogy hónap közben elfogy a pénz? Hogy nem van. Még hónap elején elfogy a pénz, hát beváltsuk egy kis lisztet, legyünk komplét, kész, ennyi. És akkor utána mi jön? Amúgy nem nagyon értem, hogy mit mondott a hölgy, de valami kis lisztet veszünk. Hát be kell osztani a pénzt, igen, de hogyha valaki alapban olyan kevés pénzt kap, hogy nem lehet beosztani, liszt meg krumpli. Oh shit. Amikor elfogy hát a pénz. Hát megyenem az emberem maszekkolni, azt nem jól. Mit lehet dolgozni itt erre fel? Van igen közmunka, van aki elmegy ugye Budapestre több napok, több hetekre családjától. És ez milyen típusú munka? Hát van segédmunka, van vasszerelés munka, de ezért maximum egy ilyen 150 000 forintot lehet keresni, és mi 150 000-ért két hétre tudunk bevásárolni. És van úgy, hogy otthon ültök az asszonnyal, és elfogyott a pénz? Igen, nagyon sokszor van olyan. 150 000-ből két hétre tudnak bevásárolni. Hány gyerekkel? Mert az sem mindegy amúgy. Mennyi dolgot lesznek? Szerintem azért 150 000 forintból, hogyha azt nézzük, hogy csak az élelmiszer, hát egy hónapot biztos ki lehet húzni. Most is például úgy van. És akkor mit csináltok? Ugye járok plazmát adni. Az mi? Ja, vérplazma? Igen, igen. És azért adnak egy ilyen 15 000-17 000 forintos ilyen... Ács Dani, az meg azt hittem már egy izé van, ami drogaplazma, vagy valami. Az mi? Van, és akkor azért próbálunk vásárolni a gyerekeknek. De mennyiszer tudod a vérplazmádat adni hát pénzért? Héten kétszer. De ez olyan, hogyha egyszer leadom, akkor egy napig azt tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány, mert ugye az keményen ki kell, hogy pihenjem.
Te hogy jön ki egy hónapba? Csak mondom, hogy ez sehogy se. Jelen pillanatban sincs, egy 5 forintom se. És akkor hogy mi lesz magával? Itt fog enni? Hát mit eszek majd? Eszek itt-ott-amott a gyerekeimnél, meg mit tudom, még érek hitelbe, bótba, de erős dohányos vagyok, erős, még keményebb italos vagyok, annál is keményebb italos vagyok, sőt, napjába. Nem, de most... Elmegy italra, meg dohányra? Inkább italra. Srácok, mi a helyzet? Semmi. A dohány meg az ital, ez amikor nincsen már mit enni, de azért a magyar ember még akkor is azt mondja, hogy ő inkább iszik, és ez szomorú, szomorú. És erről valaki tehet, szerintem azért. Kinek a hibája ez, srácok? Oldjuk meg ezt a feladatot. Nyilván a saját hibájuk is. Gyurcsányé, persze. Jó, persze minden országban vannak ilyen emberek, ők nem magyarok? De, magyarok. Képzeld, hogyha nem lennél ilyen buta, akkor tudnád, hogy magyarok. Hogy volt pénzük rászokni? Hát úgy volt pénzük rászokni, hogy tudod, volt nekik régebben pénzük, csak azóta keresetük, az ugyanannyi maradt, és minden más drágább lett. És, ja, nyomorognak az emberek. Kedvenc kaja? Hamburger. Meg a hotdog. Meg a kínai. Nem szeretem a kínai meg kaja, mert kígyók vannak benne, meg patkányok. Uh-huh. Meg még én. Izé, ne, fagyikat. Ezt olyan kimondta neki. Szeretem a kínai kaját, meg kígyók vannak benne, meg patkányok. Azok pont nincsenek benne. Ja, kutya is szokott lenni benne, igen. Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk az ország csücskében, itt a Cserháton. Ez a hely ugye arról híres, hogy ezekben a falvakban több mint 90%-kal támogatják a választásokon a Fideszt. Mióta beütött az Európa rekord infláció Magyarországra, sokan azt találgatják, hogy milyen hatással lesz ez a kormányfő Orbán Viktor és a kormány támogatására. Ebben a faluban mindenki a Fideszre szokott szavazni. Igen. Tehát 100% szavazott Orbán Viktorra. Igen. Gondolom te is Fideszre szavaztál. Igen, igen. Ki tehet arról, hogy ekkora a drágaság? Hát az állam. Az állam? Hát persze. Az állam. Amit a Fidesz vezet, akikre ők szavaztak. És nézd meg, látod a szemébe, hogy nem érti. Nem érti. De nem az Orbán Viktor. Nem. Nem az Orbán Viktor a hibás. Akkor nem ráharagszanak azért, mert drágaság van. Hát nem csak ő tehet róla. Nem ő tehet róla csak. Vannak ott többen is közte. Igen, a Gyurcsány, meg a Brüsszel. Igen, ez a kettő. Meg a harmadik ember, az a Soros. Igen, mert a Brüsszel is egy ember amúgy. Ők mindannyian tehetnek ezekről. Nem fognak másra szavazni azért? Nem. Nem. Csak vissza a lére, Viktorra. Ha más volna a miniszterelnök, nem biztos, hogy megadna azt, amit Orbán Viktor. Ez amúgy egy logikus dolog, amit mondott az Ipse. Ha valami szar, akkor az lehet, hogy szar, de legalább poncsoljunk abban a szarban, mert lehet, hogy a másik lehetőség az nagyobb szar lenne. Tehát nem biztos, hogy az jobb lenne, ezért inkább maradjunk a szarban. És ennyi, és ezt így el is döntötte. Ha ilyen is hallnának, akkor is rászavaznának. Hát persze, úgy gondolják, hogy ez nem a... Ennek semmi köze nincsen a kormányhoz, és hát a Fideszhez, a kormányhoz van ezek szerint, csak nem tudják, hogy ugyanaz a kettő b***da meg. Nagyon szomorú ezeket hallgatni. Komolyan olyan, mintha Magyarország mini Észak-Korea lenne. Hát amúgy igen, Magyarország az lehetne valamilyen szinten Európának az Észak-Koreája. Félnek a változástól, és inkább éhen halnak úgy, hogy tudnak is róla. Hát pedig azért ezek idősebb emberek itt, azért már voltak kormányváltások, meg ilyenek régebben is. Mert itt amúgy az egyik ezt mondta is, hogy a Kádár az jobb volt. Csak szegény Kádár nem lehet visszahozni sajnos. Helyette Viktor van, aki ugye sokkal jobb. Mindegyik kormányváltást szarul élték meg. Azt tuti, az biztos amúgy. Hát mindig a rossz oldalon álltak, tudod. Vérplazmát ad, hogy a gyereknek tudjon enni adni, aztán elmegy és behúzza az X-et arra a díszfaszra. Sokat segített ő azért, hogy na most... Hát igen. Hú, baszek. Ugye a háború miatt is, hogy Magyarországot nem engedte be. Az egy háború folyik Ukrajnában. Nekünk mi közünk van vele? És amiatt van a drágaság? Hát akkor mi miatt? Hiányzik van némi gyógyszerekből. Miért van hiányzik? Mert viszik ki oda. Hát most ők a fontosabbak, vagy a magyarok? Más, tehát másokat igen. Is érint a háború, akkor miért igen. Itt a legnagyobb az infláció? Miért Magyarországon? Jaj, most ez politikai ügy, ugye? Igen, ahhoz nem értünk. Csak akkor értünk hozzá, amikor szavazni kell menni. Ki tehet erről ön szerint? Hát szerintem a miniszterelnök. Igen. Orbán Viktor. Ön az első, aki ezt mondja, mert ebben a faluban azért szinte mindenki Orbán Viktor támogatta a választáson. Én biztos nem támogatnám. Én biztos, hogy nem. De volt szavazni?
Vagy... Én nem is járok. Ja, nem is. Nem, hát minek? De nem, az biztos, hogy hát nem volt jó Gyurcsány. Mikor volt a Gyurcsány? Most akkor se volt jobb. Mi volt jobb? Mentünk az orvosnál, fizetni kellett az orvosi. Akármit csinált, mindenért fizetni kellett. Mi most nem? Most, hogyha mész az orvos, az mi történik? Bekerülsz a kórházba, és konkrétan azért kerülsz be, hogy meghallott. Nagyon-nagyon sok ember, nagyon sok ismerősöm, tőled hallottam. Így. Hát nekem is, konkrétan papám nemrég bekerült a kórházba. Bekerült, nem tudták megmondani, mi a baja, és meghalt. Lélegeztetőgépre tették, ott volt a lélegeztetőgépen, és még így mozgatta is a kezét, meg pislogott, meg ilyenek, láttuk, hogy így mintha jobban lenne, vagy valami, de nem tudták megmondani, mi a baja. És meghalt. És azóta se tudják megmondani, hogy miben halt meg. Na, erre mit mondotok? Ez a magyar egészségügy. Miben halt meg? Ja, és mondok még egy jobbat, egyik barátomnak az anyukája. Tényleg olyan tünetei voltak, hogy nem tudott a munkahelyen már felmenni a lépcsőn, meg ilyenek, mindenféle tünete volt. És voltak már kórházba, egy városban, meg másik városban is voltak kórházba, és csak a nagyvárosban tudták megmondani, hogy mi a baja, de hát addigra már kinda sokkal később volt, és kiderült, hogy rákos. És a kisvárosi kórházban nem tesztelték rákra. Azt hinné az ember, hogy ez az első dolog, amire tesztelnek. Olyan furcsa dolgok vannak a magyar egészségügyben, és olyan kibaszott lusta emberek, kibaszott kevés fizetéssel, amúgy ezt teszem hozzá, mondjuk az orvosok azok jó fizetést kapnak szerintem. Hát azért a közalkalmazottak, akik nővérek, meg tényleg aki csak ott dolgozik, és nem egy orvos, hát igen, annak azért sokat kell dolgoznia, és nagyon kevés pénzért. Őket meg tudom érteni, miért szarnak bele, csak hogyha ők beleszarnak, akkor meg ugye romlik a körülmény is, és ja. De sehol nem jó a helyzet, amúgy én azt vettem észre. Mindenki, aki lélegeztetőgépre került ismerőseim családja között, az meghalt. Damn, bro. Részvétem nekem nagyanyámmal volt az, hogy annyira spóroltak, hogy basztak altató orvost hívni a műtétre, és konkrétan ébren vágták fel. Mondta is, hogy érezte, hogy ott vagdosság. Olyan szarállapotban volt a végén, és azt hitték, hogy ott halt meg. Szerencsére nem lett baja. Jézusom, ember. Ja, hát igen, ez az altatás dolog is nagyon fura. Mikor lehet, mikor szabad. Elméletileg teljesen, amúgy szerintem legális teljes mértékben mindent elvégezni így altatás nélkül. Csak nem tudom, hogy mennyire előnyös. Nem, vagy nem tudom amúgy. Az, hogy ennyire nem vagyok benne a jogba, hogy most megmondjam, hogy mit csinált egy orvos, meg mit nem. Máshol tanították, nem attól én tanultam valószínűleg. Az altatást nem mindenki kaphatja meg egészségügyi jogok miatt. Ó, az egy dolog, ez így van, viszont az altatásnak van nagyon sok módszere, ami... Tehát azért nem csak úgy lehet, van ilyen gázos, amit ráraknak az arcodra, és beszívod a gázt, és úgy attól alszol el. Szerintem van vénás is amúgy, biztosság benne, hogy van tabletta is. Azért az altatást, az sok kemikáliával el lehet érni, gondolom. Agyműtéteknél nem is szabad altatni. Ja, amúgy az igaz. Láttam is olyan videót, hogy nagyba csinálják az agyműtétjét a faszinak, a faszi az, vagy csaj, nem tudom, az meg közben ízé, nyomta a hegedűt, vágod. Hegedült az ember egész végig, miközben ment a műtét. És szét volt szedve a koponyája, és nyomta a hegedűt közben. Hát az azért kellett, hogy az agyának azok a részei, azok ugyanúgy aktívak legyenek. Hogyha nem tudja csinálni, akkor tudják az orvosok, hogy az nem az a rész, vagy nem tudom, érted, nem értek hozzá. Nekünk azt mondták, hogy lesz konkrétan altatás nagymamámnak, csak aztán a végén derült ki, hogy kihozták, hogy hát most drága lett volna. Hát de fizetitek a TB-t, érted? Abban benne van minden elméletileg. Ami nyilván nem sok, havi 10k, hát fizeted, vagy a izéd munkáltató fizeti, vagy valahogy, de valahogy ezt be kell fizetni, tehát ezt el kell intézni, vagy az állam fizeti, de valahogy meg lehet oldani mindenkinek, tehát ez muszáj. Basztak rá, bent sem volt az altató orvos, szóval tudták előre, hogy nem lesz, csak basztak elmondani. Ja igen, és még a műtét sem volt sikeres. Igen, ez a legjobb amúgy. De figyelj, amúgy mondok egy jót, mondtam az imént, hogy papám elhunyt, és... A kórházban, amikor még benn volt, anyám azt a lehetőséget kapta telefonon, hogy hát el kéne dönteni, hogy levágják-e a lábát, vagy ne. Mert hogy van egy ilyen elég durva seb a lábán, és hogy hát lehet, hogy az okozta. Nem tudják, de lehet, hogy attól jobban lenne. És anyámnak mondták, hogy ezt így el kéne dönteni, hogy akkor levágják-e a lábát, vagy ne. Hogy attól jobban lesz valószínűleg. Vagy nem. Hogy az lehet, hogy így elfertőződött, meg ilyenek. A gyereke döntése nem is az övé. A papá nem tudott beszélni. Vágod, nem volt magánál egyáltalán. Tehát úgy kezdődött az egész, hogy otthon elájult, megtalálták ilyen nagyon kiszolgáltatott állapotban, elvitt a mentő, és
azóta nem tudtunk vele kommunikálni. Szóval, ja, azért anyámat hívták. Haveromnak Honvédba vágták fel a nyakper fejrészt, mert tumor volt a fülideg mellett, agydaganat. Végül olyan ügyes volt az orvos, hogy elvágta a fülideget, ergo bal fülére azóta is siket. Hát, igen. Ez, amikor embereken dolgozunk, és ilyen hibák vannak, az nagyon durva. És a haverod az nem gondolta azt, hogy bepereli a gecibe, hogy legalább akkor pénze legyen, hogyha így nem hall a bal fülére? Mert az azért, ja, az egy szempont itt. Nem tudom. Szerintem azért ezzel lehetne egy elég erős pert nyerni, amúgy. Perelt az apja orvosi műhibával, tárta az állam, és nem kapnak semmit. Bruh. Jézusom. Nekem anyukám rákos volt, ahol lakom, ott azt mondta az orvos, hogy semmi baja, aztán egyre rosszabbodott a helyzet. Kórházba került, és kiderült, hogy rákos, de túlélte. Hát, sok egészséget, én azt mondom. Végül Pécsre mentek sugárkezelésre, és az volt sikeres. Ja, hogy amúgy, amikor elvágták a tagnak a fülében az ideget, akkor még a műtét sem volt sikeres. Hanem csak csináltak még egy problémát, amit nem tudnak visszacsinálni, és utána el kellett menni máshova, hogy azt meg tudják csinálni, amit alapból akartak. Hát ez kurva jól hangzik. És akkor így menjen az ember a kórházba, érted? Azért mondom, nekem valami bajom lesz, engem lőjetek le egyből. Én be se akarok menni a kórházba. Tényleg, ez tiszta középkor amúgy. Ahogy én mondtam ezeket a sztorikat, és az a baj, nem kamuzok. Én nagyon srácok amúgy mindenki, azt komolyan mondom, legyetek hálásak, hogy egészségesnek születtetek. Mert ezek nagyon rossz dolgok tudnak lenni. Tényleg, ez szörnyű. Minek menjek el orvoshoz, hogy még nagyobb nyomorultat csináljanak belőlem, épp elég a viparális zavar, amivel jár az egész. Nyomod haver. Nem is kell elmenni. Ha orvoshoz megyek, akkor is inkább magához, de a TB-t meg ugyanúgy fizetni kell, amit szintén nem értek. Megy a pénzed az egészségügybe, mindenki fizeti be, az kurva sok pénzt jelent amúgy havonta, és annyit látunk, hogy omlanak a falak, jönnek szét a kórházak, vágod. Szétesnek. Mi volt jobb? Mentünk az orvosnál, fizetni kellett az orvosi. Akármit csinált, mindenért fizetni kellett. Éjjel-nappal hazudtak, holott mi nem tudtunk semmit, csak a végén, mikor csődbe vitték az országot. Van más egyáltalán lehetőség, akire lehetne bízni az országot? Nincs. Orbán Viktoron kívül? Szerintem nincs. Hát ott van az a Karácsonyi, és most nem azért, most ő is mit csinált? A kérdés nagyon jó. És tudod, mi a legviccesebb benne, hogy még te se tudod a választ, azért kérdezed ezt. Milyen vicces, hogy ezek mindig visszakérdeznek valamit, hogy hát miért a Gyurcsány az jobb volt, miért a Karácsony az mit csinál, de hogy egy választ adnának, keci, az soha nem történik meg. Na, hadd egy tollat, felírom. Na. 444.hu. Hát ezek a fideszes tollak nem fognak. El tudod olvasni? Hát majd valaki csak elolvas nekem. Nincs más, hátra, lájkoljatok, kommenteljetek. Majd valaki csak elolvassa nekem. Azt a kurva, nem tud olvasni se. Ez kemény. Szavaztak a Fideszre és kaptak egy tollat. Jó, de neked van fideszes tollad, ha? Ha? Neked nincs. Szóval fogd be. Egyébként honnan? A 444.hu-tól leszámolni. Aha, az tudjuk, az milyen média, azok hazudnak. Orbán Viktor idén sem Budapesten tartja az október 23-ai beszédét, hanem itt Veszprémben. Az ország minden tájáról érkező híveit pedig éppen itt Simics Kalajos házánál léptetik be. És hát mi is csak eddig a koronig mehetünk el, a miniszterelnöket csak az hallgathatja élőben, aki meghívót kapott. De nézze meg ezt a rengeteg embert, ez mind fideszes. Nézze csak engem az zavar, hogy 70 éves vagyok, és mindig Veszprémbe értem itt a tagcímkártyám is, hogy nem mehetünk be. Ülnek fidesz tagok, vagy a fidesz szervezet? Én speciál fidesz tag vagyok, de hogy a többiek nevében nem nyilatkozhatok. Nyilván azt tudjuk, hogy a miniszterelnök úr itt fog ünnepi beszélni. A kedvencünk, igen, aki mutatja, hogy félsz ekkora kutyától, ugyebár csak a másik keze nem látszódik. Nagyon mérges vagyok most, mert azt mondják, hogy ezt a zászlót, ami 2002 óta bele mindenhol elkísért, nem vihetem be. 2002 óta minden nap viszi mindenhol azt a zászlót, bazzeg. Kurva, hanem nagyon sok dolgot megélt az a zászló. Mert a tévéseket zavarja a zászló. Hát miért zavarja a tévéseket a zászló? Mit várnak ma a beszédtől? Az igazságot. Az aktuális helyzetről fog beszélni, amit várunk tőle, meg általában azt mondja, ami van. Azt mondja, mi van, igen. És nem mindig melyik oldalról nézik, ugye bárhogy mi van. Szerencsére Brüsszel, nem Moszkva. Moszkva tragédia volt. Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia. Rosszul sikerült kortárs paródia. Hogy a faszomba lehet ilyet mondani amúgy erre? Nem is figyeltem stream közben, csak most hallottam vágás közben. De
Mi az Isten? Jézusom, ez az ember a miniszterelnök. A nő férfi akar lenni, a férfi nő akar, szóval abnormális dolgok. Nem látom, így. Igen, ez, hú, ilyen következtetéseket levanni, bazzeg, ez abnormális dolgok. De az teljesen normális, hogy az infláció ezekben van, és nem is mi vagyunk háborúban, hanem a mellettünk lévő országban háborúban, és még ott is jobb a pénzügyi helyzet, mint itt. Az nem abnormális, tényleg. Venezuelát is mindjárt lekörözzük, bazd meg, az inflációba. Hagyjuk már. Jövőnket az Európai Unióban. Ott kell maradnunk, mert Európai Unió nélkül semmink nem lennénk. Tehát ott bent kell mindenféleképpen maradnunk, de valahogy más formában. Az elvtársi kioktatás változatlan, csak most kondicionalitási eljárásnak hívják. A liberál. Most már ők az elvtársak, igen. A liberálisoknak nem kellene a dollármédiához ragaszkodni. Ennyi az egész. Magyar. Azt a kurva, amúgy mi ez? Nem érzi magát amúgy egy kicsit sem, hát bohócnak ebben a szerkóban. Fidesz drip. Fidesz dripje van az öregnek. Mi ez a dollár média? Ezt nem tudnám ő megmondani szerintem. És szerintem senki nem tudná megmondani, mert nincs ilyen. Ezt csak kitalálták. Ezt a fityisz kitalálta, hogy dollár média, és ezt akkor lehet mondani, mert dumek dollár baloldal, mert hogy az Amerika rossz, és akkor az Amerika adja a pénzt mindenkinek, aki nem a Fidesz, és akkor így Soros Györgyhöz köthető. Figyelj, mindent össze lehet kötni. Ezeknek az embereknek az agyában azért nem olyan könnyű itt meg... Na, értitek? Tehát az értelmet nem olyan könnyű felfedezni benne. Nagyon kevés fény van ott. És azt a kis fényt kéne megtalálni, hogy el tudjuk őket vezetni egy olyan rublikához a szavazás napján, ami nem a Fidesz. De hát... valószínűleg nem fog megtörténni. Én is Amerikából kapom a pénzemet, képzeljétek el, mert megnézitek a reklámokat, és a YouTube küldi nekem a pénzt. Szóval, ja. Meg a Twitch is amúgy, külföldi cég, szóval igazából én is dollár baloldali vagyok. Magyarnak kellene nekik lenni, és te a magyarok ellen dolgozzanak. És nem a tankok gurulnak be keletről, hanem a dollárok gurulnak be nyugatról, ugyanoda, és ugyanazokhoz. Tisztességes ember vagyok, és a 444-et nem nézem, nem hallgatom, nem nyilatkozom nekik. Ha nyilatkozna, akkor megnézhetnék. Gyerek meg mosolyog közben. Ő lehet tud valamit. Kénkövös tüzén fog elégni az egész sorosista banda. Ennyi. Ha nyilatkozna, akkor megnézhetnék. Kénkövös tüzén fog elégni az egész sorosista banda. A pokol kénkövös tüzén. El fog égni a sorosista banda. Kisfia mind nevet amúgy, és az apuka jól kiosztja a riportert. Ennyi. És? Önök is. A Brüsszel fütyül is. Önök is. Mindannyian. Mindannyian a pokol a tüzén fognak elégni. Politikusok gyerekeit sajnálom, mert biztosan halálra szekálják őket. Amúgy... lehet. Lehet se. Amúgy erre volt egy klip. Várjál. Kátok miatt a suliba szoktak beszólni, vagy piszkálni, hát, vagy bármit mondani? Nem. Hát nagyon de! Ritkán. Mindig azt mondják, hogy Lázár fia. Nem piszkálják őket, nem kell ilyen költői túlzásokba esni, semmiféle piszkálást. Nem, akkor... nem elész, hogy megvertek a mosdóba, miért felújítottad az utcaikat. Hülyesekbe beszélek. Nem, anya is ezt mondja, kérdezem. Nem, akkor ezt kivágjuk. Fölújtotta az utcájukat. Gondolom, mennyire föl lett újtva az utca. Hát igen, szekálják, csóró. Amúgy a gyerek ez tényleg nem telt erről. A szituáció vicces, de ettől függetlenül a gyerek az amúgy tényleg nem telt erről, meg semmit. Tehát most ez azért nem cool dolog. Úgy táncolunk, ahogy mi akarunk. S ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. Megtartjuk a saját identitást. Így kell nagyot mondani amúgy, srácok. Így kell nagyot mondani, úgyhogy tapsoljanak az öregek, viszont közben nem mondasz semmit. Moszkva javíthatatlan volt. De Brüsszel és az Európai Unió még megjavítható. Még lesznek európai választások. A korrupció ne kelljen semmi se, az ég adta világot. Ez az én véleményem, hogy mindent meg kell itt változtatni. Igen, hát akkor kezdhetnénk egy rendszerváltással mondjuk, és akkor lehet, hogy a korrupció az lejjebb benne, ami nyilván nem fog teljesen elmúlni, mert a korrupció az sosem fog elmúlni. Ez mindig lesz, mindig is lesznek korrupt politikusok, viszont hogyha esetleg a korrupciót jutalmaznánk azzal, hogy börtönbe kerülnek ezek az emberek, vagy ne adj Isten, valami büntetést kapnak, egy enyhébbet, mert ugye börtönbe úgyse fognak kerülni. A lényeg, hogyha kapnának érte valamit, valami rosszat, akkor nem tennének rosszat, mert tudnák, hogy következményei vannak. De úgy, hogy nincsen következménye a lófasznak sem, mert a törvényeket úgy tudják átalakítani, hogy az nekik jó legyen, és meg tudják csinálni azt, amit akarnak, akkor innentől kezdve bármilyen negatív dolgot meg tudnak csinálni, illegális dolgokat is akár. Olyan dolgokat, amik amúgy nem lehetnének
nem történhetnének meg, és megtörténnek mégis, és ezt a fideszesek is csinálják. Szerintem a Fideszben van a legtöbb korrupció, ki tudja, lehet, hogy máshol is sok korrupció lenne. Lehet, hogyha más lenne kormányon, akkor is nagyon sok korrupció lenne, ez biztos így lenne, de ha nem váltunk, sose fog kiderülni. Akkor a hazai korrupciós helyzet is javulna? Szerint? Nem, ez önök mondják, hogy van hazai korrupció. Ezt önök állítják, hazai korrupció nincs. Értette. Tényleg a lombkorona sétány az például mi? Olyan furcsa, hogy ennyire agymosodtak. Jól látom, az MSZMP utód pártja már mikroszkópikus méretű, és nincs kétségem, hogy az utolsó kommunisták menekülő útjaként megtervezett utolsó baloldali párt is ott végzi majd, ahol 56 szelleme szerint végeznie kell. Orbán Viktor hazudott meg ő! Elárult 1956-ot! Orbán Viktor elárult 56-ot, mert ugye azzal a Putyinnal barátkozik, aki a tankönyvbe írta, hogy 56 az egy fasiszta... Amúgy igen, ez rilesít. Mi van odaírva? Az ő megszorításai miatt egyre kevesebb a pénzed, tudtad? A tankönyvbe írta, hogy 56 az egy fasiszta náci... tüntetés, megmozdulás volt. A jobboldali embereket... Ami nem a Putyin írta a könyveket, az is igaz. Nem fura, hogy a 50. október 23-a előtt az orosz elnökkel leült tárgyalni a miniszterelnök? Hát az orosz elnök a nem szovjet elnök, az egyik. Meg én úgy gondolom, hogy a Jobbik utat választották, már jobban a másik oldal pont, aki nem az 56 szellemében van. Nem vagyok képbe amúgy, vagy... Tényleg nézem a videót, és olyan, mintha nem értettem volna belőle semmit. Hát az orosz elnök nem szovjet elnök. Az orosz elnök az nem szovjet elnök, igen, mert a Szovjetunió már nincs. És az orosz elnök van a legközelebb ahhoz, ami lehetne a szovjet elnök. Putyin csak KGB-s volt amúgy, teljesen, hát olyan, amúgy nem szovjet. Igen. Fasiszta felkelés? Amikor találkozott Vlagyimir Putyinnal, akkor nem háborúnak nevezte ezt, ami Ukrajnában történik, hanem mint az oroszok egy katonai műveletnek. Uram, bocsásson meg, én eljöttem egy ünnepi műsorra, és nem hagyom magam provokálni, jó? Kérdezze meg, akitől akarja, én azt kérdeztem, miért jöttem, én elmondtam. Az, hogy ő Putyinnal mit beszél, vagy mit mond, azt hiszem nem rám tartozik. Én ebbe az esetben én a miniszterelnök úrra hallgatok, ebbe is az ő erőrelátását látom. Nem tudjuk most, hogy most kinek, hogy mennyire van igaza. De hogy ő jól látja és előre látja a dolgokat, lehet, hogy ez a helyes út. A megjött Isten, srácok! Vajon melyikben van a gazdi? Viktoros bögréje is van a nagymamádnak. És hogy nem hányja el magát, amikor is szabbal a kávét? Hát ez nagyon kiábrándító videó volt, bazd meg. Ez tényleg, ez visszahozott a valóságba. Ez szomorú. Ez nagyon szomorú. Szörnyű. Október 20... Én harcolok az országért. A harmadikán két nagyobb megemlékezést tartottak Budapesten. Az egyiket a főváros és a civil szervezetek, a másikat pedig a Mi Hazánk szervezte. Arról kérdeztük a résztvevőket, hogy mit gondolnak az ellenzéki politika jelenéről és jövőjéről. Az ellenzéki pártok az elmúlt másfél évben, amit csináltak, az mennyire volt elegendő, megfelelő? Szerintem egyáltalán nem nagyon leszerepelt az ellenzék. Azt hiszem, megtettek mindent, ami lehet. Nem, tehát annyira közelről nem ismerem, de mindenki törekedett, hogy a maga kategóriájában valahogy hallassa a hangját. Itt a kormánnyal van a baj, nem az ellenzékkel. Én azt gondolom, hogy hiányzik az ellenzéki pártokban az az összefogás. Tehát volt egy közös fellépés a kormány ellen, hogy megpróbáljuk tulajdonképpen egy kormányváltás, de sajnos ez elgyengült nagyon. Elgyengült? Sose volt erős, bro. Ami az ellenzéki összefogás próbált lenni itthon, az nem ért semmit. Mert utána csak egymásra köpködtek, mint hogyha tényleg valakinek ez az izélet. Tehát nem úgy voltak vele, hogy ellenzéki összefogásnak összefogunk, és akkor most biztos nyerni fogunk. Ez volt a terv. És nem volt benne a tervben az, hogy mi lesz, hogyha vesztenek. És nyilvánvaló, hogy vesztettek. Aztán utána megment az egymásra újjal mutogatás. Csak hogyha már ugye összefogás van, akkor is össze kéne fogni, amikor veszítettünk. Mert hogyha közösen vesztünk, akkor közösen erősebbek is lehetünk. De hogyha a vesztés után az összefogásnak egyből szinte vége lesz, és egymásra mutogatunk újjal, hogy kinek a hibája volt az, hogy veszítettünk, az sajnos... Hát igen, meg is mondja. Ez nagyon jól meg is mutatta azt, hogy ez az ellenzék, ez nem áll készen arra, hogy leváltsák a Fideszt. Mert akármennyire is szomorú ezt kimondani, de a Fidesz a legalkalmasabb arra, hogy vezesse ezt az országot. Ez ebből is kiderült, szerintem. És ennyi.
nem tudunk vele mit kezdeni. Nyilván tudjuk, hogy rossz, meg lehet fikázni, annyiszor lehet fikázni a kormányt, ott lehet fikázni, ahol akarod, de nincsen jobb megoldásunk. Egyszerűen nincs. Ami meg lett volna, az is mint látszódott, hogy nem volt valódi az összefogásuk. Kíváncsi lettem volna, ha mondjuk esetleg Kajak legyőzik a Fideszt, akkor az ellenzéki összefogás az mit csinált volna? Mi lett volna? Nem tudom, hogy hogy osztották volna fel a frakciókat. Hogy nem értem, hogy mi történt volna pontosan. És lehet, hogy rossz lett volna. Orbán leszpónolta a szavazatokat, ezt nem tudjuk, haver. Ezt nem tudjuk, hogy csalás volt a szavazásoknál. Lehet, hogy volt csalás. Voltak ilyen érdekes sztorik, hallottam. MZP-nek erre volt már terve. Azt mondjuk elhiszem, hogy neki volt terve, mert ő egy komoly ember amúgy. Meg tényleg, ő neki jó kiállása van, ő egy új embernek tűnt így azért itt így Magyarország szinten. Nem ismert, nem volt annyira ismert, és hát sajnos nem jött be. Lehet itt régi embert mutogatni, lehet új embert mutogatni. Az Orbán úgyis mindenkit össze fog gyurcsányozni, és... ennyi. Tehát addig a pontig, ameddig a Gyurcsány nem fogja abbahagyni a politikát, addig mindenkire rá tudja mondani, hogy ez egy Gyurcsány embere, és nem fognak rászavazni az öreg emberek. Szerintem ennyi. Szopás, ez nagy szopás. Ja igen, amúgy, ha Gyurcsány lemondana, abbahagyná teljesen a politikát, akkor is ugyanúgy rá lehetne mondani, hogy majd akkor meg a háttérből irányít mindent. Tehát aki már agymosott, annak már igazából körülbelül mindegy. Onnantól kezdve be van kalibrálva az öreg ember, melyik tévécsatornát kell kapcsolgatni, kész vége. Ja, és ebben az sem nagy segítség, hogyha a legolcsóbb tévé előfizetésekben melyik csatornák elérhetőek. És valaki le tudná jönni nekem? Mondom a tippjeimet. Hír TV, M1, M2, TV2, Duna TV, RTL. Ja, már én az ingyenesre, jó, akkor az ingyenest. Van ingyenes is, nem? Az ingyenesen nincs RTL. Az ingyenesen van talán TV2, M1, M2, stb. Az ingyeneseken csak a kormánymédia van. Nem értem, hogy a hírek, a Hír TV, az például, azt értem, hogy miért államilag finanszírozott, de azt nem értem, hogy miért kormány közeli, meg hogy miért nem csak objektívan mondják el a tényeket. Miért úgy adják el a dolgokat, hogy kihagynak bele a dolgokat, vagy hozzáraknak dolgokat, amik nem igazak. Nem is kell mondani, mind fel lett sorolva. Na igen, és kb. Ezeket az előadókat nézik az öregek, és ebben már meg is történt az agymosás, és itt az eredménye. Ez most pont nem az a videó, ami az eredménye, de az előbben láttuk. Egyet kell tudomásul venni, a szélső jobb oldalt itt Európában soha nem engedik be, sajnos. Hát, szerintem a történelem során volt már olyan, hogy Európában így a szélső jobboldali gondolatmenetnek a kis szellőjei elindult, és történtek ilyen dolgok. A H-betűs ember megcsinálta a H-betűs dolgot, és 6 millió Z-betűs ember halt meg. Nem tudom, ez még nem olyan jó szerintem. Ezek a szélsőjobbos nézetek szerintem nem olyan királyak. Én lehet, hogy nem hoznám be Európába. Én örülök neki, hogy nem jönnek be ezek a szélsőjobbos nézetek ide. A H-betűs dolgok a legrosszabbak. Holokauszt. Hentai. A jelenlegi széttagoltságával az ellenzéknek az elkövetkező években nem is hiszem, hogy lehet egyáltalán. Hát amíg csak mondják. Mi az a Minecraftos táska az öregnél, hallod? A Mester MC Drip. Ilyen eszközökkel, nem más eszközökkel leváltható, így nem. És milyen eszközökkel? Hát olyan eszközökkel. De olyan eszközökben nem, hogy gyenge most. Ilyen eszközök. Hát olyan eszközök nincsenek sajnos. Igen, ez nagyon sajnos elmondta az öreg, és ez így van. Nyújjon. Tehát forradalomra van szükség. Igen. Mit gondolnak a Fidesz leváltható? Reméljük. Nem gondolom, de reméljük. Mennyire leváltható a Fidesz? Tökéletesen. Tökéletesen. Leváltható, és hogyan? Miért ne? Miért ne akkor, amikor az emberekre ráhozta a vakcinát? De hogyan váltható le akkor a Fidesz? Figyelj, hogyha ez az egyetlen egy rossz dolog, amit a Fidesz csinált, akkor a néni fejében nagyon sok probléma van. A vakcina, hát ez a Fidesz idehozta a Covidot, a vakcinát, ezt mindet a Fidesz hozta ide. Hogy lehet a vakcina, ami meggyógyít valamiből, egy rossz dolog? Azért, mert az emberek 0,01%-ánál voltak mellékhatások, amik rosszak voltak, vagy esetleg meghaltak tőle. És a maradék közel 100% ember, azok pedig tökéletesen élnek a vakcina után, és semmi bajuk nincsen. Azokat, jó, mindegy, tényleg. Nem tudnál vele beszélgetni erről, mert próbálsz racionális érveket mondani, és gatya. De ő legalább nem fideszes. Ő azt hiszi, hogy mindegy. Itt a hangsúly azon volt, hogy mit hisz. Mert ezek az emberek, ezek mindig csak hisznek, de nem tudják, hogy mi van. Senki nem tudja, hogy mi van pontosan, meg hogy mi lenne a jó pontosan, mert mindannyian csak kibaszott pici, apró emberek vagyunk egy ilyen ótvar picike országban, és egy sajnos nem picike, hanem egy kibaszott nagy seggfej irányítja az országunkat. Sőt,
kurva sok seggfej irányítja, és nagyon nagy seggfejek. Egyelőre ez van. Aztán később is ez lesz, az már a jövő meséje. De szerintem még az unokáim is a Fidesz kormányba fognak felnőni, ha lesznek egyáltalán. Mert ebben az országban lehet, hogy inkább nem növelnék fel egy gyereket se. Melyik párt, ellenzéki párt tudja ezt megcsinálni? Nem tudom. További szép napot kívánok! Nem mondtuk ezt, még nem mondtuk ezt, még nem mondtuk ezt, még nem mondtuk ezt, még nem mondtuk ezt. Stop, hú, pandemic freety? Pandémiás szerződés. Treaty. Mi az egy treaty? Na hát én nagyon hazaérzelmű vagyok most ettől, hogy kiabáltott az ember, hát. Megindult bennem valami. A fosás, amúgy. Jó volt. Átadom a helyet. Sziasztok. Beszélj. Nem tud beszélni, várj. De beszélt, te tudnál fogni. De ez csak egy macska, nem tud beszélni. Kicsuki. Viszlát. Kövessétek be Szandrát, mert nyomni fogja. Mit fogsz nyomni? Na, én elhúzok, GG. Jó van, srácok? Jó éjszakát. Csősztök. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.